Hát üdvözlök mindenkit újra vagy először a csatornámon. Hogyha nem találkoztunk volna még, akkor én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk 2022 első videójához. A címből biztos láttátok, hogy egy smink videót hoztam nektek, viszont szeretnék pár szót gyorsan mondani, mielőtt elkezdjük. Az első az az lenne, hogy nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek, és a második pedig, hogy tudom, hogy tavaly évvégén elég kaotikusra sikerült a feltöltési beosztásom, mondjuk így. Idén megpróbálok rendezettebb lenni. Nem ígérem, hogy menni fog, de megpróbálom. Idén is szeretnék moodboardot csinálni, úgyhogy abban a videóban fogok kicsit beszélni arról, hogy miért nem sikerült úgy az évvége, ahogy szerettem volna, mik a terveim idénre, a tavalyi moodboardból mik valósultak meg, miért vagy miért nem. Viszont most elhoztam nektek a szemöldök tutoriál videót, amit tavaly évvégén nagyon sokan kértetek tőlem, úgyhogy vágjunk is bele, ahogy látjátok, kész van az egész sminkem, csak a szemöldököm hiányzik, úgyhogy kapjuk elő azt a három terméket, amire szükségünk lesz ahhoz, hogy megalkossuk a szemöldököt, és kezdjük is el. Ahogy az előbb mondtam, nektek három terméket szoktam használni, és ez a három termék nem más, mint a Revolution Soap Brow kis paletta igazából. Látszik rajta, hogy nagyon szeretem és nagyon sokat használom, így néz ki belülről. Ezután van nekünk egy NYX Lift and Snatch kis szemöldök tollunk, elképesztőek, nagyon-nagyon szeretem őket, ha nem próbáltátok meg, akkor mindenképpen lessetek rá. És ha rám hallgattok, megveszitek a legsötétebbet is, ugyanis olyan szinten apró a hegye, hogy a legtökéletesebb tusvonalakat lehet vele húzni, és ezután az utolsó lépés természetesen valami, amivel tudjátok fixálni a szemöldökötöket. Tudjátok jó, hogy én egy barna szempilla-spirált használok erre a feladatra, viszont hogyha van kedvenc szemöldökzselétek, akkor természetesen használjátok azt. Ha megnézitek a szemöldököm, akkor tisztán látszik, hogy semmi nincsen rajta, semmi nem történt vele, nincsen befestve, úgyhogy kezdhetjük is. Tehát van itt nekünk egy kis kefe, ami benne van ebbe a kis palettácskába, és van, aki beszokta vizezni a szappant, én nem vizezem be. Valamilyen nekem jobban tartja a szemöldököm, hogyha szárazon használom. Felveszek egy keveset a kis ecsetkémre, vagy erre a kis kefére igazából. Remélem, hogy látszik. A szappan bele fog ülni mindenképpen ebbe a kefébe. Nyilván hetente egyszer azért mossátok ki, viszont én nem mosom minden alkalom után. Nekem úgy tartja a legjobban a szemöldököm, hogyha szállal ellentétesen elkezdem felfésülni a szappant. Megpróbálok minél jobban minden szálat bevonni. Nagyjából befésülöm irányba, viszont most még nem ez a fő célom. Először szeretném az összes szálat bevonni. Tudom, hogy hülyén néz ki, de higgyétek el, nagyon jó lesz. Ha szükséges, akkor veszek még fel egy keveset. És megcsinálom a másik oldalt is. Én nem szeretem nagyon egyébként leragasztani. Van, aki teljesen belesimítja a bőrébe. Nekem az annyira nem jön be, szeretem, hogy egy kicsit kijön az arcomból. Remélem, hogy értitek, hogy mire gondolok. Elég hülyén hangzik, de végül is erről van szó. Ahogy látjátok, egyáltalán nem baj, hogy nem tökéletes, ugyanis erről most fogunk gondoskodni. Szükségetek van egy kefére, ami lehet egy szemöldök ceruzának a vége. Hogyha úgy kényelmesebb, akkor be is hajlíthatjátok, illetve lehet egy teljesen sima pillakefe is. Én jobban szeretem a szemöldök keféket, mert itt kicsit rövidebb a szálluk és keményebbek, amit mindjárt mutatom is, hogy miért lesz nekünk jó. Ugyanis most elkezdem kicsit kifésülni és irányba állítani. Nagyjából felfele állítom, viszont egy picit tartok kifele is.
Körülbelül így. Előtte, utána. Nem túl sok különbség, de egy kicsit talán rendezettebbé teszi a dolgokat. Ha úgy érzitek, hogy valamelyik oldalt elkezd lelapulni, akkor alá tudtok nyúlni tök jól a szálaknak, és meg tudjátok emelni őket. És a jó az egészben, hogy egy kicsit rászárad a szappan, viszont tudjátok még igazgatni. Úgyhogy ha elsőre nem sikerül, vagy esetleg majd a toll után úgy látjátok, hogy kicsit elmászott, akkor meg tudjátok igazítani. Én általában 2 színt szoktam használni a szemöldökömhöz, viszont mostanában jobban szeretem a világosabb árnyalatot használni. Az egyik szín, amit használok, az a taupe, a másik pedig az ash brown. Meg fogom mutatni mind a kettőt. Tehát első lépésben megkeresem azt a részt, amelyiket tudom, hogy szeretném, hogy az alja legyen a szemöldök vonalamnak, és elkezdem ott betölteni a réseket. Az a jó egyébként ebben a tollban, hogy egészen hajszálvékony csíkokat is tudtok húzni, viszont vastagabb betöltő szálakat is. És senkinél sem kétségbe, hogyha elsőre nem sikerül, egy kis gyakorlással higgyétek el, egészen meg lehet tanulni. Hogyha elégedettek vagytok az alsó oldallal, akkor én általában a farkinca részt szoktam elkezdeni kitölteni. Megpróbálok nagyjából a szálakkal egy irányba húzni, viszont ha szeretnétek azon változtatni, akkor olyan irányba húzzátok, ahogy szeretnétek, hogy álljon a szemöldökötök. Ezután pedig megkeresem azokat a részeket, ahol foltos a szemöldököm, és elkezdem azt is kitölteni. És ha nagyon durván nézem, akkor igazából kész is van maga a forma, illetve maga a kitöltés. Megcsinálom a másik oldalt, utána mutatom, hogy mit szoktam a sötétebb színnel. Mostanában nem szoktam, de hogyha kicsit erősebb sminket csinálok, és szeretném, hogy a szemöldököm is egy statement legyen, ne csak egy szép kiegészítő az arcomon, akkor azokra a részekre, mint például itt, vagy itt, ahol egyáltalán nem nő a szemöldököm, bele szoktam vinni pár szálat a sötétebb színből, hogy tényleg úgy tűnjön, mintha szálak lennének, és nem csak oda lenne rajzolva. Hogyha több szín van benne, ad neki egy kis dimenziót, amitől igazibbnak tűnik. Arra vigyázzatok, hogyha így hordjátok a szemöldökötöket, felszappanozva, az öltözködés egy nagyon-nagyon veszélyes folyamat. Karácsony előtt jártam úgy, hogy felvettem egy szűkebb nyakú ruhát, és nem vettem észre, hogy lehúzta a szemöldököm. Egy órával később édesanyja szólt, hogy kicsit furán áll a szemöldököd. Jól van-e? Úgyhogy figyeljetek oda rá. Ennyi. És akkor most jön az a rész, hogyha szeretnétek, akkor megigazíthatjátok a szálakat ugyanazzal a kefével, amivel első körben is. Látjátok, hogy pár helyen egy kicsit összeállt, úgyhogy ráigazítok. Ennyi.
ezen az oldalon szerintem rendben van. És ezután utolsó lépésben jöhet maga a fixálás. Ami igazából ebben az esetben nem annyira fixálás, de értitek, hogy mire gondolok. A lényeg jelenleg tényleg nem is az, hogy fixáljuk a szemöldököt, hanem az, hogy azt a színt, vagy amilyen színt választotok, visszaadjuk a szálaknak, amiket a szappan egy kicsit letompított. Viszont, hogyha sötétebb a szemöldökötök, és kicsit világosabbat szeretnétek, akkor ez tud segíteni, mert a szappan egy tök jó alapot ad a szálaknak, amire sokkal egyszerűbb ráhúzni, mondjuk egy világosabb színt. Illetve, hogyha vannak nagyon bébi szőrszálak a szemöldökötökbe, kicsit megvastagítja azokat is, és sokkal dúsabbnak tűnik a szemöldökötök alapból is. És akkor ez a végleges eredmény igazából, ennyit szoktam mostanában csinálni, és ha őszinte szeretnék lenni, hogyha belejöttök a gyakorlatba, akkor egészen gyorsan kész tud lenni. Nem kell vele olyan aprólékosnak lenni, mint hogyha rajzolgatnátok. Nekem az jött be egyébként a legjobban, hogy amikor elkezdtem ilyen tollat használni, világosabb árnyalatokat vettem. Azzal az se probléma, hogyha kicsit erősebb vonalakat húzok, nem tűnik olyan markánsnak, mint hogyha azt a színt használjátok, ami valóban a szemöldökötök, és egyébként is szerintem jobban áll, hogyha egy-két árnyalattal világosabb árnyalatot használtok, ezért használom én mostanában a taupe árnyalatot, és így körülbelül a szálak meccselnek a hajam színével, úgyhogy ennyi lett volna a jelenlegi szemöldök rutinom. Hogyha ezzel kapcsolatban bármi kérdésetek van, akkor azt a komment részlegbe írjátok meg nyugodtan. Ezen kívül pedig, hogyha bármi olyan videó van, amit még januárban szeretnétek tőlem látni, akkor azt is mindenképpen írjátok meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Ha nem vagytok, akkor iratkozzatok fel, mert az elmúlt 3 hónapban vészesen csökkent a feliratkozóim szám. És szeretnék visszatérni az eredeti pozícióhoz, ezután pedig 2022-ben tovább növeszteni a csatornát. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok velem, nézzetek át az Instámra és a TikTokomra is. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!